Egy doboz fű Melindának. Sok arcát őrzöm, nem is logikus mennyi arcát, hiszen nem szerettem Jabloncai Gizellát, a régi módi történet Melindáját. És nekem mindig sikerült kidolgoznom magamból azokat, akiktől idegenkedtem. Kihevertem őket, mint egy betegséget. Egyre halványodott bennem a képük, Végül annyira elhomályosodott, hogy tudtam ugyan mindig nem vagyunk barátok, de nem minden esetben jutott eszembe miért. Gyerekkoromtól képes voltam rá, hogy módszeresen, talán valami naív büntetésnek számva elfelejtsem, aki emlékének őrzése nem volt kívánatos. Ám Melinda kifogott rajtam. Újra meg újra visszatért azután is, amikor már befejezte, csak évtizedekkel később igazán megértett életét. Felbukkant a verseimben, a regényeimben, még szindarabomban is. Nevettem és dühös voltam, valahányszor meg kellett bizonyosodnom róla, nem hajlandó béké hagyni most sem, mikor már a temetők nagy törvénye igazán válaszvonalat húzott kettőnk közé. Míg a régi módi történet meg nem született, nem is jöttem rá, miféle erő igézi folyton a közelembe. Csak amikor összeszedtem 77 esztendejének adatait, és előttem állt az igazi képlete, jöttem rá, Melinda nem volt hajlandó elhagyni, amíg rá nem kényszerített, hogy becsületes bírája legyek. Addig nézett vissza rám a végtelen időből rebbenéstelen pillájú, sötétkék szemével, míg kelletlenül, szinte akaratom ellenére el nem végeztem azt a mély fúrást, ami nyomán, mint a hévíz, fel nem szökött élete igazságának az a forrása, amelyre még élt, nem voltam kíváncsi. Mind kezdődött az ellenszenvünk, mert Melinda, aki születésem óta ismert, hamarabb nem szeretett engem, mint én őt, csak a bátyám számított a szemében, jabloncai lenke gyerekei közül. Azért rajongott, azt becézte. Nem tudom már megfejteni, nyilván idegen voltam a számára. Egyetlen vonásomban sem hasonlatos a jabloncai hathoz. S ha valakire egyáltalán emlékeztettem, az gyűlölt sógornője Gacsári Emma volt. De honnan tudott volna erre rájönni egy kisgyerek akkor, mikor a saját külseje épp úgy nem érdekli még, mint felmenői fényképei? Hogy én miért viszonyogtam tőle, azt viszont pontosan tudom. Anyám iszonyú gyerekkora és a karácsonyok miatt. Melinda a férje halála után minden karácsonyon a vendégünk lett. Úgy hozzátartozott az ünnephez, mint a fenyő illat, mint a gajakon lóbálódzó díszek. Csak hogy nagyapám húga sötét ékesség volt. Fekete gyertya. Valahányszor besuhogott hozzánk szentestén, csontos mutató ujján apró ajándékcsomagok lógtak aranyszálon, utáltam még az ajándékait is. Pedig Melinda ízlése sose hibázott. Megfogyatkozott tartalmú vitrinjéből, ékszeres kazettájából nem is értéktelen tárgyak kerültek a karácsonyfánk alá. Soha senkitől nem kaptam olyan ízléses, néha izgalmas karácsonyi ajándékokat, mint éppen tőle, és soha senki adományával nem bántam olyan mostohán. A fülbevalót, saját minden vészen átmentett gyerekkori fülbevalóját azonnal eladtam barátomnak az égszerésznek. Melinda fuldokolt, mikor felfedezte egy nap a Battyány utcán, a sötét bársony párnán. Lejjebb srófolt a költségvetési keretét, visszavásárolta a függőt, és visszarakta az égszerei közé. Metszett antik poharát már nem tudta megmenteni fivérem, elbűvölően figyelte, amint a vacsoránál milliméterenként toltam odább-odább, míg sikerült kivégeznem. A gyöngyszalagot, amelyel fiatalabb korában alig, hanem nyakának ráncait próbálta elleplezni, hosszú fáradtságos munkával mindjárt a szentestén megbontottam a közepén. Hultak, hultak a karácsonyfa alá Melinda kék arany gyöngyei, mint a könnyek. Melinda vaksin keresgélte őket a parketten. Vacsorázás helyett guggolt és gyöngyre vadászott az egész család. Most már tudom, ki akartam utálni az ünnepeinkről, barbár módon, primitív gyerekes sértésekkel, amelyeket hamarabb észrevett, mint bárki, de úgy vett tudomásul, hogy éreztette, ebben a harcban nincs sok reményem a győzelemre. Pimaszkodásom elszáll mellette, nem érinti, nem veszi tudomásul. Bármilyen vagyok, bármit eszelek ki a bosszantására, akkor is eljön hozzánk ünnepelni. Melinda nem akart egyedül maradni szentestén, a maga Lavinia Mannoni árnyaival. Egy idő múltán abba is hagytam a felesleges küzdelmet. Tudomásul vettem, ő az erősebb, bármi történjék, eljön, áll a fánál, mint egy unatkozó gyarmatosító valami törzsi ünnepen, nézi a három buzgó kálvinistát, apámat, a fivéremet és engem, ahogy a Lukács evangéliumát olvassák, és a betlehemi csillagról énekelnek. Úgy nézi, mintha színdarabot látna. De közben másra gondol, egészen másra. A számunkra követhetetlen úton vándorol a mi karácsonyi fényeink között. Ha meggyújtottuk a gyertyákat, mindig anyám vállára tette a kezét. És abban a pillanatban, ezt megéreztük mindhárman, Béla fivérem és mi, két szabó egyaránt, maga anyánk is kilépett családja köréből, vissza Melinda mellé és olyan messzire kerültek tőlünk, mintha nem azonos közigazgatási egységben ülnők meg az ünnepet. Anyám tudta, hogy számunkra Melinda teher. Sosem engedte, hogy az ő révén bármi teher háruljon a családra. Melinda volt az egyetlen, akiért nemhogy síkra szállt, de akit egyenesen oda követelt maga mellé. Gyerek voltam. Később a maga ifjúsága problémáival küszködő fiatal. Minden inkább érdekelt, mint a magam familiája. Mire felfogtam, felfoghattam, hogy ott, akkor, egymás közelében, a súlyos kálvinista dallamok között is, a Szent Anna templom éjféli miséje harangszavát hallják, azok ketten. És míg mi meg nem szólalunk, pár bűvöletes pillanat erejéig, Megint csak visszaépül számukra a Kismester utcán a régi ház. Senki sem élt már kívülem a régi karácsonyok ünneplői közül. Ahogy nőttem, változott a módszerem, amivel ellensúlyozni tudtam Melinda jelenlétét. Felfogtam, kár a tárgyakon bosszút állnom. A tárgyak szépek, a tárgyak ártatlanok. Hogy Melinda maga is az, nem jutott el a tudatomig. Nem volt még halottam. És a ház, amely felnevelt, olyan biztonságosnak és öröknek tűnt, amiben el se fért a gondolat, hogy egyszer valamennyien elkerülünk belőle. Vagy maga a ház is romba dől. Eszembe se jutott, hogy még én is lehetek egyszer fekete gyertya mások ünnepén. Békén hagytam a tárgyakat megőriztem őket. Később udvariasan viszonoztam is az ajándékot. Tudomásul vettem Melindát, mint az egyiptomi csapások egyikét. Figyeltem, mint áll szálfa egyenesen a szoba közepén, míg mi énekelünk, és közben latolgattam, előfordult-e már, hogy elvesztette a haj betétjét. Vagy mi lenne, ha most, míg sziporkáznak a csillagszórók, kiesnék a melpótlója. Vártam, mikor mondja ki azt a mondatot, amire úgy reagálunk a fivéremmel, mint a futók a startpisztolyra. Mihelyt elhangzik, már rohanunk is ki a harmadik szobába, és táncolni és nyeríteni kezdünk a fiatalság pimasz jókedvétől. Melinda csak nem minden egyes megnyilvánulását hóbortosnak éreztem gyerekkoromban hogy sose járt másban, csak feketében, hogy sose ebédelt mást, mint tojást, hogy egész gyűjteménye volt félkótyákból, akikkel együtt tejázott, hogy tegezte a cselédlányt és magázta a macskát, és ha visszatérünk biharból a szőlőjéből, s neki valami nézeteltérése van a román vámtisztel, nem azt mondja neki, hogy ugyan ne tessék már fennakadni azon a kis zsákdión, Melinda úgy tudott franciául, mint egy párizsi, hanem teljes aszinkronban önmaga merevségével azt suttogja a megdöbbent és ilyenkor mindig mindenben engedő vámtisztnek. Ajé, pitié, monsieur! Irgalmazzon, ura! Egy zsák dióért. Azt már megszoktuk, tudomásul vettük, hogy általában fennakad valamin hogy sosincs nálunk megelégedve semmivel. De szentestei sztereotíp kifogása oly döbbenetesen gyönyörű volt, mint egy abszurd dráma címe. Végig pásztázta tekintetével az ajándékasztalt, körülnézett a fa alatt is, sőt, az ablaktáblák közé is belesett, aztán anyánkhoz fordult. Ha tehette, csak vele beszélt, és azt mondta ismét nincs füvetek lenke. Anyám szégyenkezett, törte a fejét, hogyan is történhetett meg, hogy ismét hiányzik a fű, mert Melinda minden évben kérte, és megesett, hogy Erzsébet nap táján, mielőtt még leesett volna a hó, én kaptam a megbízást, hozzak fel a kertből, vagy maga tépett gondosan pár maroknyit. A fűnek aztán titokzatos módon éppen szentestére lába kelt. Vagy a fivérem lopta el, vagy én, vagy az apám, aki csak ebben a formában tudta érzékeltetni, nem örül, ha Lukács evangéliumát szemmel látható derűvel hallgatják. Melinda bármilyen sajátságos is, ateista volt. Összesen két olyan karácsonyra emlékszem, amikor mégis volt fű. Amikor anyám valami rejtek helyről nagy diadalmasan előbányázta, s ránk villantott a gyönyörű szemét, így jelezve, most túljárt az eszünkön. Utóbb aztán ő is abba hagyta a fűről való gondoskodást. Valahogy rájöttünk mind, Melinda voltaképpen élvezi, hogy nem kapja meg, amit kér. Neki tetszik, hogy a fű hiánya miatt nyilvánvalóan hiányos az ünnep. Komolytalan, nem is igazi, nem is olyan, amilyennek lennie kellene. Apám megpróbálta kideríteni, miféle szimbólumot keres benne. Jézus derékaiát, a karácsonyi búzát. Melinda kioktatta: Jézusnak széna a derék alja, a karácsonyi búza egészen más ügy. A fűnek nem az a szerepe. Teljesen különleges azt egyébként még mi is tudhatnók, hiszen ő is tudja, sőt, tudta ezt az ő apja is, aki egyébként mindent tudott, és minden könyvet olvasott, álomzugon. Álomzug, és sose látott dédapánk említésére, aztán csak összenéztünk a fivéremmel. Allergiásak voltunk mindkettőre. Melinda szerint Mitológiai szépségű és műveltségű ősünkre épp úgy, mint a tényre, hogy a családunk álomzugon élt valaha, mégiscsak olyan, mint egy vicc, hogy egy birtok neve álomzug legyen. Menjen ő is álomzugra, vissza a nem létező otthonába. Szabóéknál nincs rejtelmes gizgaz, itt Lukács evangéliuma van, és racionális kálvinista karácsony. Itt nincs fű, nem is lesz. Valóban nem is volt. Melinda évről évre számon kérte. Később, még holta előtt, Melinda eltűnt az ünnepeimről. Elkerültem a szülővárosomból, új családommal ültem meg a karácsonyt. Nagyapám húgának fekete figurája viszont gyakran felbukkant előttem. Nem csak a tudatomban, olykor az utcán is. Ráemlékeztem, valahányszor egy hozzá hasonló, magas, vékony sziluett sodródott az alkonyi árnyak közt, vagy a ködben. Ilyenkor Melindára gondoltam. És mindjárt láttam is, ahogy utoljára, amint kezét összefonva figyelmesen rám néz, épp olyan indulat nélküli arccal, mint ahogy én szemlélem őt, mintha a folyó két ellentétes partján állnánk, bizonyosan tudva, nincs híd, amelyen elindulhatunk egymás felé. S ha volna is, ugyan minek? Meglettek a magam otthonának külön karácsonyi szokásai. Később Melinda meghalt, el sem mentem a rekviemre. A temetése napján az jutott eszembe, most pakolhatja ki a túlvilágon a spárgából horgolt szatyrait, meg a rengeteg tojást, és milyen ideges lehet tőle a többi üdvözült. Többé senki nem kért tőlem karácsonykor füvet. Hogy mire kellett volna neki, New Yorkban tudtam meg, 23 évvel Melinda halála után. Életem legsúlyosabb karácsonyán. Este volt már, mikor a kórházból hazafelé baktattam, a hetedik evnyún, az ötvenedik utcánál befordultam a Broadway-re. Körülöttem már ünnepelt a város. Sodródtam haza a hotelba a tömegben. Your husband is comfortable, mondta az orvos, amikor elfogtam a folyosón. Ez annyit jelentett magyarul, hogy az állapota még mindig válságos. Nem nehéz megtanulni az Egyesült Államok kórházi stilisztikáját. Megvásároltam a karácsonyi vacsorámat, száz gram felvágottat, péksüteményt, banánt, egy kávéházban telemérettem kávéval a termoszomat, és felmentem a szállodába. Kinyitottam a televíziót, Végighallgattam valami műhold közvetítésével a pápa Szán Oresztei nagymiséjét Itáliából, néztem a szertartás ősi mozdulatait áldozáskor, és arra gondoltam, olyan messze vagyok a hazámtól és a normális életemtől, amilyen messze még sose. És ezúttal, először mióta a világon vagyok, nincs senki, aki feloldja köröttem a magány. A férjem a maga küzdelmét vívja, pár utcányra tőlem, az infúziók bonyolult hálózatába kapcsolva. Minden, ami mögöttem volt, olyan irreálisnak tűnt, mintha nem is velem történt volna a saját életem. Néztem a tévét, mint egy toronyból a város felett, a 29. emeleten. Nem tudott soká ülve tartani, pedig szóltak a karácsonyi harangok, a négyes csatornán az Anna és a Sziámi király című filmet vetítették, a kettesen Disney rajzfilmeket, az ötösről zengtek az ünnepi kórusok, a hetesen George Kirby énekelt, a tizenháromason valaki meg akart tanítani arra, hogy csinálják a savanyú tojáslevest, és a krími csatornán karácsonyi gyilkosság címmel az alkalomhoz illő darabig érkezett. Elzártam a készüléket. Reménytelen vállalkozás volt kísérleteznem bármelyik csatornával. A fele hátralévő életemet odaadtam volna abban az órában, pár emberi szóért. Visszaöltöztem, lementem megint a Broadway-re. Mire leértem, nagyjából elcsendesedett a Times Square környéke. Az árusok még kitartottak ott topogtak a hevenyében felállított, alkalmi elárusító helyek körül, karácsonyapónak voltak öltözve, és iszonyúan fáztak. Akkor cserélték ártábláikat az asztalaikon. Este tíz után féláron kapható minden karácsonyfadíz. Ezen még akkor abban a lelki állapotban is eltűnődtem. Vajon van-e valaki, aki vár az ünnep megkezdésével este tízig, aztán hanyat homlok lerohan valamelyik felhőkarcolóból, fél áron bevásárol, és tíz után kezdi díszíteni a fáját. Gyertyát, csillagot, csillagszórót, ékességet, füvet! Zengett, mint a litánia, az ajánlat, a negyvenkettedik és az ötvenedik utca között. Gyertyát, csillagot, csillagszórót, ékességet, füvet! a Wintergartennél ért el a tudatomig, mit is hallok én. Mit kiabálnak ezek? Csillagszórót, ékességet, füvet? Füvet? Nem tévedtem. Ahogy megálltam az egyik asztalnál, mindjárt felfedeztem. Vadzölden mereztette szálait a nyitott dobozokban lehúztam a kesztyűmet, megérintettem, persze nejlon fű volt, mi más lehetett volna menhetten közepén. – Mi ez? – kérdeztem. – Minek ez? – Hogy, hogy mi ez? – nézett rám karácsonyapó. – Nem látja? – Fű. – De minek? – Minek? – Hogy, hogy minek? – kérdezte a karácsonyapó. – Hát a tevéknek. – A tevéknek? Nézett rám reménytelenül. Hideg volt, vevő sehol, s aki mégis ennyire buta. A három királyok tevéjének? Hát mit ad nekik enni? Egy dollár volt a fű. Be se csomagoltattam. Melinda előttem lépkedett a brodvén. Ez annál meglepőbb volt, mert amíg élt, sose hagyta el az osztrák-magyar Monarchia területét, amellett furcsán is volt öltözve. Kék slájfni szorította a derekát, fehér kislányruhát viselt, olyasmi cipőt, mint a balerinák, és táncolt is Melinda, ugrándozott a hotel felé, amely ott állt a 47. utca sarkán, egy kődobásra Debrecentől, a kösej és Hadzön folyók közt álomzugon. S az Atlanti óceán melletti partvidék vizes hava kis sisakká fagyott angol fürtjein, a csontig maró hajdúsági hidegben. A könyv, gondoltam, és hirtelen minden világos lett, logikus. A könyv, dédapám könyvtárából, amit Melinda sosem engedett kézbe venni. Amit úgy siratott, mikor egyéb lomjaival együtt azt is benyelte a háború. A könyv a különféle nemzetek népszokásairól. Hát persze. Melinda volt a dédapánk kedvence. És már kislánynak is elég különös. Hisz voltak éppen csak az állatokat szerette. Lovat, kutyát, macskát. Igazi játék nem kellett neki sohasem. Mit érthetett meg a kisgyerek Melinda a karácsony misztikus idejéből? Nem többet, mint hogy messziről csak jönnek, jönnek, és milyen éhesek és fáradtak lehetnek azok a tevék. És állt Melinda az álomzugi melegházban. Megtöltötte nyers, harsogó fűvel a dobozkáját, és a hortobágy felől kopogtak a paták. A három királyokon szűr, meg kucsma volt. Hozták aranyfüstölőben az édes ünnepet, és Melinda megnyitotta a kitámasztható melegházi ablakot, kidugta a hóesésben nyitott fűvel teli tenyerét, a puha állati orrok meg ráhajoltak, és ettek, és ettek, és ettek a tevék. Melinda minden karácsonykor elhozta nekem az ajándékát. Most kicsit nehezebb volt megtennie már, mint mikor még élt, de persze megoldotta, mert elárulta végre a titkot, amitől egy olyan fekete gyártjának, amilyen én voltam azon a New Yorki estén, mégiscsak ünnep lehet az ünnep. Olyan egyedül voltam, de olyan egyedül hogy nem lett volna elég nekem társaságnak most egyetlen közönséges király. A három királyok kellettek, és a hortobágyi széllel elkeveredő tömjén meg mirha illat, s a juhász bundák párolgása. A füvet éjjelre kicsuktam az ablak közé, hogy azonnal megtalálják a tevék.